Sziasztok, ez itt a heti anime DB szuperes verziója, méghozzá a 129. epizódjával. Fergetegesen jó részt láthattunk, és mindennel elégedett vagyok. Olyan élményben részesültem DB rajongóként, mint amikor elsőnek találkoztam az Ultra Ösztönnel a speciál epizódban. A mostani küzdelem még a legendás Keplás harcot is képes volt felülmúlni szerintem, és csak azért nem előzte meg a speciál epizódban látott Jiren vs. Gokut, mert hát akkor művelt Goku ilyen emlékezetes jeleneteket először. Az Ultra Ösztön ezúttal is csontighatolt a hősiességben, és olyan megrázó hangulatot tudott teremteni, hogy ilyennel én még nem találkoztam se. Son Goku átváltozását követően Jirennek szembe kellett néznie az eltökélt ellenfelével. A látvány már itt elnémított engem, pedig még meg sem mozdultak a szereplők. Olyan remek volt az itt látott por effekt, ahogy fújdogálta a szellő, hogy már itt el kell lőnöm a patent kifejezést. Az egész játékidőre jellemző volt a mozifilmes hatás, és olyan technikai megoldások kerültek a képernyőre, hogy többször a Battle of Gods mozi jutott az eszembe. Ugyanis ott közelítettek így rám Gokura és Bills-re, ezért a kamera kezelés az csodálatos volt. A megjelenítés Jirennél és Gokunál is hibátlan volt, valamint az is nagy érdeme a készítőknek, hogy a rész elnyomó többsége folyékony rajzzal készült. Egyedül akkor éltek a sima rajzzal, amikor kikacsingattunk a küzdőtérről, ám a felek csatája az minden egészében életszerű mozgásokkal történt. De hogy megtartsák a szereplők óriási látványát, a folyékony rajzot a DB-zés képváltós verekedéssel keverték. Amilyen korábban akkor is megtettek, amikor Vegeta először harcolt meg Jiren ellen. Ez számomra tökéletes megoldás, mert egyrészt megtartották a DB stílusát, másrészt pedig az animációt is felvitték a legfelsőbb szintekig. Luffy óta találkoztunk már olyan animációval, amikor gépfegyverszerűen mozognak a végtagok, de amit itt láthattunk, arra egyszerűen nem találok szavakat. Ezzel a gyors ütéssel utoljára én a Hunter x Hunterben találkoztam, amikor az egyik őrző játszott így a karjaival. A csavar ott kezdődik, hogy az egy rögzített költségvetésű anime, még a DB Super egy Never Ending alkotás. Nem vártam volna, hogy Goku már is egy hatalmas Kamehameha-val készül, mert ugyan számítottunk rá az előzetesből, de azt gondoltam, hogy ez a támadás az utolsó csepp energiája lesz majd a Mester Ultra Ösztön előtt. A Kamehameha ábrázolása bődületesen erős volt, állagban és mozgásban pedig bivaj látványos. Az ínyemre volt, hogy most ügyeltek a nagyságára, hogy érezzük a hősünk hatalmát. Ráadásul a robbanása közben még fényáradatok is voltak, mintha isteni ítélkezés zajlott volna. Csak hogy Jiren simán ellenállt a támadásának, ráadásul egy kis golyóval tette ezt meg, hogy átérezze Goku, hogy mennyit ér most jelenleg az erőszintje hozzá képest. Jiren fölénye rátelepedett az egész harcra, és topposzalít még most is ő van nyerekben, ugyanis képes volt kiismerni az Ultra Ösztön. Ez óriási teljesítmény Jirentől, tekintve ott csak harmadjára látjuk így Gokut, hiszen Kepla pedig még hozzá sem tudott szagolni az Ultra Ösztön speciális mozgásához. Minden arra mutatott, hogy a mi Gokunk szorult helyzetbe kerül, elvégre a kárőrvendői már meg is ásták a sírját, ám Vegeta szóhoz juttatja magát és elmondja a tuti. Örültem neki, hogy kiállt a barátjáért is, mikor elkezdte felsorolni, hogy mi mindenem mentek keresztül a Saiyajinek, hogy mindig képesek voltak fejlődni, nos én egy kicsit elérzékenyültem. Azért persze nem sírdogáltam, viszont megérintett a látvány, hogy Vegeta a kispadon van, pedig ő is nagyon harcolna még. Nagyon szép jelenetet kaptunk, és ismételten azt a Vegetát éreztem, aki nem csak riválisának gondolja Gokut, hanem a barátjának. És a motiváló üzenet bizony megtette a hatását, mert Goku erőt merítve indul a harc újabb menetjébe. Ez a húzás nagyon hiteles volt, hiszen jól tudjuk, hogy mennyit jelent egy motiváló szó, főleg attól, aki éppenséggel számít rá. Az Ultra Ösztön feltüzelése elképesztő jeleneteket szült, mert olyan jól nézett ki itt az animáció, hogy csak nyeldesni tudta. Már az is részletes folyékony rajzos jelenet volt, amikor Whishig beszélgetni kezdtek, közben pedig a háttérben egyébként folyt a bunyó. Ahogy a hősünk koncentrált, közben pedig behajolva képes volt törődni Jiren nyomásával, ez bizony oltári jelenet volt. Amikor meg Jiren bekapott egy óriási ütést ismételten védtelen pillanatában, ez hát megint szuper meg a bődletes jelenet volt. Most szabadultak el a legnagyobb erők, amiket eddig láthattunk a sorozatban, sőt, az egész DB univerzumban. Mert akkorák voltak az aurák, a látvány elemek, mint azelőtt semmilyen más technika vagy átváltozás.
az effektek eszméletlenek voltak, és nem tudtam volna ennél jobbat elképzelni, mint a két aura egymásnak való ütköztetését. Az is tetszett, hogy Jirent nem hanyagolták el, ugyanazt a minőségi effektet kapta, mint Goku, sőt az ő vöröses aurája talán még látványosabb is volt. Az, hogy arra kérték, intézzel minél előbb az ellenfelét, különben baj lesz, ez nekem azonnal Rocky vs. Apollo második meccsét juttatta az eszembe. Ott is úgy volt, hogy Apollónak nem szabadott volna lebecsülnie az olasz csődör tehetségét, és ahogy ott úgy itt is a hírhet személy került veszélybe. Jiren ellövi a golyóját, amelyet úgy mozgósított, mint Broly a technikáit, csak hogy Son Goku ekkora már túllépett az elképzelt szinteken is. A mester ultra ösztön felfoghatatlanul jó lett, és semmivel nem tudnám összehasonlítani. Tökéletes alkotásnak gondolom, vagyis Toriyama Sensei ismételten megvillogtatta a zsenialitását. Amikor eltüntette Jiren golyóját, mintha Buffy lenne neki, ez oltári jelenet volt, de ott volt az is, hogy a mester ultra ösztön még Bill széket is felállásra késztette. Ezzel talán azt akarták sugallni nekünk, hogy ilyen szintre az ultra ösztönön belül még a pusztítás istenei sem tudtak eljutni? Szerintem bizony így áll a helyzet. Maguk a készítők is kitettek magukért, mert ugyan röpke pillanatig látni ezüst hajjal a hősünket, ezzel a csúcs meg a szuper giga aurában mégis jól kivehető, hogy már a haja is külön életet él. Lengedezik és kivételes színezése van. Ennek fényében bele sem merek gondolni, hogy mekkora animációra, látványra számíthatunk, mikorra a mester ultra ösztön ténylegesen is akcióba fog lendülni. A következő részben Son Goku elindítja az utolsó menetét a Jirennel való harcába. Láthatjuk, hogy most már Jiren is félmeztelenül van, és eléggé érdekes így őt látni, az biztos, hogy nagyon ki van gyúrva. Az izgalom és a látvány rekordokat fog dönteni a sorozat történelmében, és lehet, hogy már most meg is lesz a győztes. Ki ne adjátok az újabb epizódot! Ez volt a heti még DB szuperes változata erre a hétre. Találkozunk a legközelebbi alkalomkor. Addig is hellosztok! Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj és iratkozz fel!